jó értelemben vett világpolgár volt, tehát ő úgy járt a világot, hogy amit otthonról vitt magával, és amit az első pillanatban már a szülőiház segítségével és a veszprémi kulturális környezet segítségével megkaphatott, arra épített és ahhoz gyűjtötte a muníciót, ahhoz gyűjtötte. Úgyhogy egyébként pár érdekes módon 50 év szentpétervári tartózkodás után aztán nyilván nem tudjuk a történelmi folyamatokat, úgyhogy nem neki menekülni kellett igazából Szentpétervárról, és kezdte a pályafutását, tehát egy kicsit már nem érdekes, hogy például akár megi hol van. És ugye idén is lesz a Hegedű Fesztivál, hogyan állítják össze ilyenkor a programot, milyen szempontból szerint? Igen, most már ez a harmadik fesztivál, és úgy érzem, hogy jó helyet találtunk neki augusztus első hetében. Az idén augusztus 2-6-ig tart a fesztivál. A program összeállításánál ez egyébként hegedű fesztiválként indult. Nem csoda, hogy Auer Filippot ugye elsősorban hegedű művész és hegedű pedagógus volt. Most már